Igazi báli hangulatot teremtett a Bartina Néptánc Egyesület produkciója a Garai János Gimnáziumban. A táncegyüttes garaista csoportja nyitotta meg ugyanis az idei alapítványi bált az iskola dísztermében. Több mint 10 éve hagyomány már az intézményben, hogy szülők és nevelők közös bálozás során támogatják az iskolát. Az idei évben 12. alkalommal rendezzük meg a gimnázium alapítványi báját. Ennek a célja mindig valamilyen jótékonyság. Voltak idők, amikor igenis nagyon-nagyon sokat jelentett a szülők támogatás, természetesen most is jelent, amikor használt számítógépeket ebből a támogatásból tudtunk vásárolni, vagy éppen újabb osztályokat tudtunk felújítani. A mai bevételt pedig szeretnénk szintén újabb osztályok bútorzatának vásárlására fordítani. Meg ezen túlmenően én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos az, hogy én már kötetlen formában egymással beszélgessen pedagógus, szülő, igazgató. Tehát ezek a kötetlen együttlétek, illetve nem csak a pedagógus szülő, hanem szülők egymás között, egy-egy osztályközösséghez tartozó szülők. Próbáltuk az asztalokat is úgy kialakítani, hogy egy-egy osztályközösséghez tartozó szülők is együtt lehessenek. Gyakran az adott osztályfőnöke sem a tanári asztalhoz, hanem az általa tanított diákok szüleihez csatlakozik, de vannak az asztaltársaságok között régóta visszajáró vendégek, baráti társaságok is. Tavaly eljöttünk, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idén is eljövünk, mert jól éreztük magunkat tavaly, meg hogy segítsük az iskolát, támogassuk az iskolát azért is. Szerintem tőlünk is függ, hogy milyen az a bál, hogy érezzük magunkat, mi úgy jöttünk ide, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Nagyon finomak voltak az ételek is, és jó a társaság is. Az ilyen alkalmakkor olyan témák is előkerülhetnek, melyeket szülői értekezletek vagy fogadóórák alkalmával nincs mód megvitatni, mint például az osztályközösség összetétele, kohéziója, osztályon vagy szülői közösségen belüli problémák, de akár a tudás megosztása is, melyre a gimnázium vezetősége szintén igyekszik lehetőséget teremteni. Úgy döntöttünk, hogy elindítjuk a szülőklubja, vagy szülőkiskola, meg a pontos elnevezést keressük, és szeretnénk a szülői munkaközösség tagjain keresztül javaslatokat kérni a szülőktől, hogy milyen előadásokat hallanának ők szívesen, akár tehetséggondozásból, akár a közösségi média használatból, akár tehát bármilyen témában, ami érdekelheti a szülőket, és akkor neves előadókat szeretnénk erre hívni, és adott esetben egy közös megbeszélés is lehet. Tehát elindítunk egy ilyen programsorozatot is. A bárra érkezők felhőtlen hangulatáról, a finom vacsora után, a különleges koktélok és az M6 Express zenekar gondoskodott.